Sono arrivati la figli per Lengeli fog tudni? Frankó művek őszpörköltje készül. Körülbelül 15 kg őszhöz. Felszeltek 2-3 kilónyi hagymát, vegyesen lilát és fehér hagymát, vöröset ki, hogy szereti. Ez kerül bele első rétegbe, a kis zsírozott bográcsba. Megkintjük a sóval, hogy kiadja a hagyma a levét. Mehet még egy? Jó búj ez a pörkölt. Leterősen tudod, milyen lesz az a pörkölt? Az a léa nem jó semmire. 16 kiló csontos felaprított őszhús, a dinsztelt hagymára rászedjük, megmosva, lecsepegtetve. Ahogy levet engedett a hús, egy kicsi körbeperkeltük, a negyedelt karikázott paprika belemegy, körülbelül másfél kilónyi, ugyanannyi paradicsom cikkekbe. Találtunk még egy elgurultat, azt is belekockázzuk. Egészségére a szakácsoknak. Belekerül a 10 gereznyi fokhagyma is. Nem aprítjuk, ekkora mennyiségnél mire elkészülünk vele, így is úgy is krémesre szétfő. Most, hogy először felforrt, ettől számítva körülbelül másfél órát közepes lángon főzzük. Akkor megy bele egy evőkanál só. Kupos evőkanál só. Összesen 3 kupos evőkanálnyi só van benne. Többet nem teszünk hozzá, majd végén be lehet állítani a vízt. Nem akarjuk elsózni. És kerül bele a Békés Csabai házi őrölt paprika. Nagyon-nagyon szép színe van. Négy kúpos evőkanálnyi kerül bele a felúszó zsíron. Megsütjük, addig nem keverjük bele, és tovább főzzük. Meghintjük 2 evőkanálnyi őrölborssal is. A forrástól számítva összességében másfél órát főtt, belerakjuk a felkockázott májat is, és tandembe nyomjuk bele a gombát is. Csak szépen sorban. Ó, basszus, pedig azt kellett volna a sztereóba. És másfél kiló megtisztított, viszonylag nagyra darabolt gombát is hozzáteszünk. Nem kötelező tartozéka az őszpörköltnek, de most ezt a variációt próbáljuk ki. Most jön a lényeg. Na most! Az utolsó percekbe belekerül a végén behasított csípős paprika. Egy kis nyál, egy kis parázs. Vágni kell ezt a felvételt, Dali. Ebből nem sok fog maradni. Ebből nem sok másod. A tűzgyújtás meg ilyesmi maradt bele, akkor viszonylag kevesen voltunk még. You've run out of wood. You've run out of wood. You've run out of wood. Ott van a paprikád és a főzés háromszor. És a főzés befejeződésével egy fél pohár, egy fél üvegnyi, ó már én is félre beszélek, egy fél üvegnyi száraz vörösbort öntünk hozzá. Hó, hát azt lehet, hogy teljesen potyára forgat. Thank you.
összesen 9 és fél óra elteltével. Ez enyhe túlzás. Jó, 7 és fél. De a csont is ehetővé vált. Nem igaz. Mint látjuk, lefőtt a húsról a csont, vagy a hús a csontról, vagy a merőkanál a bográcsról. Nagyon finom megkóstoltuk, mindenkinek bátran ajánlom, gyarapodjatok mind a hányan. Abban nincs baj egyébként. Elfogyott a pohár. Na, ez aztán nagy gond lehet. Azt hittem a beszéd téma. Az az enyém, akkor ez is tízesek. Jó, ettem. Maximális pontszámmal mész. Őnök fogja már meg az üzleget, emelje a szájához, mondjon már valamit, mert itt döntünk. Köszönöm szépen, hogy ilyen szépen összegyűltünk. Azt hiszem, jó sikerült az egész fesztivál, úgyhogy a kolbászt megettük már, úgyhogy jöhet a vadas pörkölt mindenkinek az egészségére. Én ebből mivel nincs. Éljen a főnök, rálamik van! Hip-hip! Hajrá! Hip-hip-hip! Hajrá! Hip-hip-hip! Hajrá! Egészségügyi adján! 10 pont!